Teljesen jogos a taps, még a szomszédból is nekünk szólít a World Conservation Forum színpadán. A következő témánk a fenntartható mezőgazdaság felé vezető útról fog szólni. Dr. Drexler Dóra az ÖMKI igazgatója, Nobilis Ágoston a Csoroszja Farm vezetője fog beszélgetni majd, Kóta Gáborral, a Klímapolitikai Intézet kutatójával. Jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Én ülök mondjuk ide. Nos. Nem tudom, jól lehet-e, jó-e a hang, jól lehet-e hallani. Hát nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre a beszélgetésre. Ugye terveink szerint a biogazdálkodásról fogunk egy kicsit részletesebben beszélgetni, illetve arról, hogy ennek miért van fontos szerepe a mezőgazdaság fenntarthatóbbá tételében. És hát a beszélgető partnereimet ugye bemutatták az előbb, Drexler Dóra, a Ökológiai Mezőgazdasági Kutatási Intézet, Nobilis Ágoston, a Csoroszja Farm, tehát igyekszünk egy kicsit gyakorlati útmutatót is adni az elméleteken kívül. Ugye a legelső kérdésünk, akkor bele is vágnánk így a közepébe, de kérek arra mindenkit, hogy gyűjtse a kérdéseit, és a végén, az előadás végén nagyon szívesen válaszolunk mindenre, ami felmerül. Ugye először is, hát ugye itt a tágabb információ kedvéért még ugye itt angolul vannak ezek a diák, hát ugye az első fő kérdés az lenne, hogy egyáltalán mi a baj a jelenlegi mezőgazdasági rendszerekkel, tehát miért van az, hogy a iparszerű mezőgazdaság az rendkívül súlyos környezeti problémákat generál? Úgyhogy ezt szeretném először megkérdezni, hogy egyáltalán miért van szükség bármilyen változtatásra? Mi a gond a jelen mezőgazdasági berendezkedéssel? Hú, ez tág kérdés. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A jelenlegi mezőgazdaság, ugye ez az input anyagokra alapozott intenzív gazdálkodási forma, ugye egy hosszú időszak alatt alakult ki olyanná, amilyennek ma ismerjük, illetve hát az a helyzet, hogy a legtöbben, akik nem a mezőgazdasággal foglalkoznak, nem is nagyon ismerik, tehát a mezőgazdaságról inkább egy ilyen romantikus kép ugye él a fejünkben. A valóság pedig az, hogy az 50-es, 60-as évektől kezdve az úgynevezett zöld forradalom teljesen átalakította a hagyományos gazdálkodást. Az intenzív kémiai növényvédelem, például a műtrágyázás, és egyáltalán a környezeti oldalról nézve a káros hatások felerősödése lett jellemző. Ugye maga az ökológiai gazdálkodás, mint mozgalom is ennek a hatására jött létre, pont azért, hogy ezeket a negatív mellékhatásokat, externáliákat ugye vissza tudja fordítani. Elsősorban a talaj vonatkozásában merült ez föl, ugye a talajélet és a talajtermékenység romlását, hogy állítsuk meg, de ugye a mai tudásunk és a mai ismereteink már mutatják azt is, hogy mennyit árt ugye a klímának, a sok káros üvegházhatású gáznak a kibocsátása. Igen, hát jól tudom, hogy akár 25%-kal járulhat hozzá a üvegházgáz kibocsátáshoz ugye a jelenlegi iparszerű mezőgazdasági rendszer, és hát ugye ezen kívül ugye a talaj, ahogy említette Dóra, tehát ezek a fő problémák, vagy van ezen kívül még más jellemző is, amit hát nagyon kellene a jövőben ezen módosítanunk. Hát hadd mondjam el azt is azért, hogy azt is látni kell, hogy ez az iparszerű mezőgazdaság azt mindenképpen megoldotta, hogy ne legyen Európában éhség. Tehát ugye azok az éhínségek, amik mondjuk tudjuk, hogy Írországból ugye az elvándorlást okozták annak idején, vagy hát rendszeresen évtizedekben egyszer legalább előfordult Európában, ez ugye megszűnt. Tehát ezt nem szabad eltagadni, mint érdemet. Csak ugye a serpenyőnek a másik oldalában ott vannak ugye azok a káros hatások, amiket meg szeretnénk, hogyha nem befolyásolnának minket.
Igen, hát ugye ez a legnagyobb ellenmondás ugye a mezőgazdaságban, hogy ugye immár körülbelül 8 milliárd embert kellene minőségi élelmiszerrel ellátni, és ezzel egy időben azt is kellene szavatolni, hogy a környezetet ne károsítsa. Tehát ez az ellenmondásnak egyszerre megfelelni, ez a leginkább a legnagyobb kihívás a mezőgazdaságban. És hát pont ebben talán segíthet ez a vonal, az ökológiai gazdálkodás, illetve az agroökológia. És hát pont ez lenne igazából a következő kérdés lényege, hogyha tudjuk ezt a két elvet egyszerre, tehát hogy nagy mennyiségű népességet kell ellátni, tehát magas hozamokra van szükségünk, de egyúttal a környezeti károkat minimalizálni szeretnénk a mezőgazdaságban, hogy mit tehetünk akkor, mi lenne az a módszer, mik azok a folyamatok, amik ebben segíthetnek. De átadnám most Ágostonnak, mert ő gyakorlatban is műveli ezt. Igen, köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Én szeretnék ebbe a beszélgetésbe sokkal inkább a gyakorlat orientált lenni, és arra fókuszálni, hogy én, mint gazdálkodó, 5-6 éves biogazdálkodási tapasztalattal, hogyan látom a dolgokat. Dóri felelős inkább a kutatásra, meg ő jobban ért és látja az adatokat. Itt erre a kérdésre vonatkozóan nekem rögtön egy olyan, csak gyorsan rákerestem a Google-en, és mondjuk a FAO-nak ez egy állítása, hogy az ökológiai gazdálkodási módszerekkel valóban ez egy kutatott téma, és lehet 8 milliárd embert etetni, és meg többet is, tehát hogy vannak erőforrásaink erre, és ez működik a nagyban is. Igen, mert ugye ez az elsőnek, bocsánat, hogy közbevágok, csak ugye ez az első, ami ilyen ellenérvként föl szokott merülni az ökológiai gazdálkodással szemben, hogy hát a hozamok vajon elérik-e ugyanazt a szintet, mint egy intenzív mezőgazdasági termeléssel, és ezáltal képes-e nagy mennyiség, tehát tényleg most már ugye közel 8 milliárd népesség ellátása mondjuk ökológiai gazdálkodás alapon. Tehát ez igazából a fő kérdés, igen, és az ellenmondás. Igen, és erre szerettem volna reagálni másodszorban, hogy én, mint gazdálkodó azt látom, hogy a kellő idő befektetéssel és tanulással és kutatással és fejlesztéssel el lehet érni hasonló hozamokat egyébként biogazdálkodásban is, mint konvencionálisban. Persze valószínűleg nem lesz 100%-ban ugyanaz, de vannak rá jó gyakorlatok, egy nagyon-nagyon kutatott téma, és van benne egy hatalmas fejlődés. Az, hogy mindenféle külső inputok nélkül egy adott élettérben tudjunk úgy gazdálkodni, hogy az működjön. Erre vannak tényleg nagyon jó módszerek, és a elkövetkezendő évtized meg a jövő az arról szól, hogy ezt találjuk meg. Igen, mert én azt gondolom, hogy ugye... Bocsánat, csak ha kiegészítettem a kérdésedet, mert ez úgy tényleg egy tipikus kérdés, hogy biogazdálkodás, nem tudjuk etetni a világot. Ha belegondolunk magába a kérdésbe, egyébként ez abszolút fals. Tehát miért pont az lenne a megoldás, hogy a biogazdálkodás egyedüli módszerként etesse ugyanazt a szokásvilágot, fogyasztói társadalmat, mint eddig. Tehát a legnagyobb probléma nem oldható meg azzal, hogy átállunk biogazdálkodásra. A legnagyobb probléma az jelenleg, hogy 30%-a a megtermelt élelmiszernek elvész. Tehát elpazaroljuk, megtermelődik, és nem oda kerül, nem kerül felhasználásra. Így van, köszönöm, hogy ezt kiemelted. Ez tényleg az intézetünknél is kiemelten foglalkozunk az élelmiszerpazarlással, meg egyébként most már uniós szinten is, de valóban ez egy kulcs momentum. És bocsánat, csak még egy dolog, a második legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy amit megtermelünk a földeken, azt ugye az állatokkal etetjük föl, és a húsfogyasztás az, ami ugye egy óriási klímalábnyomot azáltal is tesz az asztalra, hogy azt a szóját Dél-Amerikából elhozzák Európába, és a többi. Tehát, hogyha ezt a két dolgot, és ebbe egy Nature cikk is ezt megerősítette, tehát eredményeként hozta ki, hogyha ebben a két dologban, tehát a pazarlásban és a húsfogyasztásban mondjuk felére tudnánk csökkenteni a jelenlegi igényeinket, ami azért valljuk be nem akkora áldozat talán, akkor lehetne az, hogy
átállva biogazdálkodásra, most nyilván ez egy elméleti fejtegetés, de nem kellene több területet használnunk, mint most. Tehát akkor tudna a biogazdálkodás úgymond etetni mindenkit. Így van, köszönöm, hogy ezt említetted, mert véleményem szerint is ez egy kulcsmomentum ebben az átállásban. Hiszen ugye hát nem feltétlenül kellene minden nap húst tennünk, ugye, mint hát magyar emberként is megszoktuk azt, hogy akár egy éttermi menüsort, hogyha látunk, hát szinte nehezen tudunk húsmentes ételt választani. Nem azt akarjuk tényleg ezzel sugallni, hogy most minden holnaptól mindenki legyen vegetáriánus, de talán azt viszont érdemes megfontolni mind a személyes egészségünk, mind a környezeti ártalmak miatt, hogy lehet, hogy érdemes lenne mondjuk akár felére lecsökkenteni a húsfogyasztásunkat, és egy héten mondjuk csak 3 napot enni, mondjuk, tehát egy egyszerű példával élve. Egyébként, hogy ez mennyire a trend, az viszont ennek ellenmond, hát arra egy nagyon szemléletes példa az, hogy azóta, hogy a világ népessége a duplájára nőtt, tehát ugye közel most már 8 milliárd, tehát ez kb. A 60-as, 70-es évek óta duplázódott a föld népessége, ezzel együtt a világszerte a húsfogyasztás pedig a 3-szorosára emelkedett. Tehát ebből is látszik az, hogy nem a felé tartunk sajnos jelen pillanatban, hogy ez csökkenne, hanem inkább pont ennek az ellenkezőjét látjuk. Úgyhogy tényleg ez is egy olyan nagyon fontos tényező, amit elengedhetetlen lesz a jövőben odafigyelnünk. És akkor ugye biogazdálkodás vagy ugye különböző regeneratív gazdálkodási módszerekkel is el lehet bizony látni akkor a föld népességét. Hát ugye pont ez lenne igazából a következő inkább már egy gyakorlatilag kérdésünk, hogy személyes véleményem az, de így beszélgetve mezőgazdaságban tevékenykedő kollégákkal is, hogy sokan, akik ugye konvencionális gazdálkodással foglalkoznak, sokan igazából azért nem is mernek belevágni az ökológiai gazdálkodási módszerekbe, mert egyszerűen féltik a hozamaikat, féltik a mezőgazdasági termelés során elért hasznot, illetve hát azt gondolják, hogy ugye kémiai növényvédő szerek, vagy például gyomírtó szerek alkalmazása nélkül, vagy műtrágyák nélkül egyszerűen lehetetlen az, hogy megfelelően tervezhető és megfelelő hozamokat produkáljanak a saját gazdálkodásukba. Tehát, hogy ugye itt szerencsére a beszélgető partnereim ugye gyakorlottak, hiszen Dóri is számos ökológiai gazdával van napi kapcsolatban, illetve hát Ágoston is gyakorlatban is műveli évek óta és biogazdálkodással foglalkoznak. Tehát mit tudnánk üzenni a konvencionális gazdálkodóknak, hogy mi az, amire érdemes odafigyelniük, illetve hogy kell ezt jól csinálni? Miért nem kell félni attól, hogy belefogjanak ebbe a módszerbe? Én elsősorban úgy gondolom, hogy ez egy borzasztó fejlődő ágazat, tehát még egyszer ezt szeretném kiemelni, hogyha megnézzük a nyugat-európai trendeket, és mondjuk a hazait is akár, hogy hogyan fejlődött az elmúlt években a biogazdálkodás, akkor látjuk, hogy a piaci oldalról mindenképp van rá egy kereslet, tehát hogy van egy felvásárló réteg, és eladni el lehet a bio terményeket. Tehát ez mindenképp egy szempont amellett, hogy van rá valóban piac, és az emberek kíváncsiak arra, és keresik azokat a termékeket, amik egy fenntartható jövőhöz, vagy egy környezettudatos étrendhez kapcsolódnak. Az a tapasztalat, hogy azért a piac is egyre bővül, igaz? Tehát egyre Igen. több ember olyan, aki fogékony ezekre a terményekre, és szívesen vásárol biogazdálkodásból származó élelmiszereket. Akkor egyértelműen ez a tapasztalat, igaz? Tehát, hogy lehet megoldani akkor ezeket? Mert ugye szerintem sokan azért nem mernek belevágni, mert mondom, egyszerűen tartanak attól, hogy hogyan fogják tudni úgy szabályozni a kártevőket, a gyomnyomást, anélkül, hogy kémiai növényvédőszerekhez nyúlnának, hogy ez a gyakorlatban hogy valósítható meg? Igen, ez a gyakorlati oldala, meg amit én látok itt az elmúlt évek tapasztalatából, az, hogyha van az embernek egy jól megválasztott vetésforgója, itt szántóföldi növénytermesztésnél, meg akár a zöldségtermesztésről beszélünk, akkor igenis nagyon sok növényvédelmi probléma kiküszöbölhető,
és hogyha vannak az embernek megfelelő eszközei és tudástára, akkor el tud jutni arra a szintre, hogy mondjuk egy gyomnyomást is visszafogjon, és megfelelő fajta megválasztással tisztán tartsa a tábláit és a területeit. Ugye igazából azt kell látni, növényorvosi képzés alatt ugye tanítják, hogy hogyan lehet a különböző védekezéseket megvalósítani. Van az agrotechnikai védekezés, abba tartozik mondjuk a jó vetésforgó, van a mechanikai, abba tartozik mondjuk egy jó gyomfésűnek az alkalmazása. Van a biológiai, amikor mondjuk a kertészetekben ugye kiengednek a fóliába természetes ellenségeket, de ugyanúgy a szántóföldön is, hogyha megvan a természetes élőhely vagy egy diverzitás, akkor jelen vannak ezek a természetes ellenségek. És ugye utána jön a kémiai. És ökológiai gazdálkodásban a kémiai növényvédelem az gyakorlatilag a rézre és a kénre, ugye a hagyományos és természetben is előforduló anyagokra van leszűkítve. És valahogy ugye megfordult ez a tárház, és a mai mezőgazdaság az pont a kémiaira alapul leginkább, és gyakorlatilag elfelejtette. Igen, valószínűleg sok esetben egyszerűség miatt. Tehát, hogy gondolják, hogy na, akkor jó van, lepermetezzük a táblát, az akkor biztos hat. Tehát valószínűleg több odafigyelés igényel egy ökológiai gazdálkodás. És odafigyelést, igen, és időben való beavatkozás, tehát sokkal egyszerűbb természetesen kiadni azt a fejtrágyát akkor, vagy lefújni azt a gombát a gombaölővel, akkor mikor már probléma van, mint mondjuk egy rendszerbe ugye előre megtervezni, hogy ne forduljon egyáltalán elő. Igen, csak fontos az, hogy ebben mondjuk hosszú távon tudjunk gondolkozni, és lássuk azt, hogyha ezeket az inputokat használjuk, akkor mondjuk egy ökológiai élettér, vagy amiben dolgozunk, meg amiben benne vagyunk, az degradálód, az leromlik, és fontos az, hogy ezt szem előtt tartsuk, hogy ez nekünk a segítségünkre van, és ezzel épülünk, meg tudunk hosszú távon gazdálkodni, hogyha ezeket megőrizzük. És hogy látjátok esetleg a precíziós megoldásokat? Ugye most utóbbi években ez egyre nagyobb teret nyer, hogy digitalizációs, illetve precíziós megoldások megjelenése a mezőgazdaságban. Ez miképp illeszthető mondjuk az ökológiai gazdálkodás keretei közé, vagy mennyiben segíthet nekünk éppen ebbe, hogy egy szorosabb kontroll, jobb odafigyeléssel ugye időben be tudjunk avatkozni. Úgy általánosságban a precíziós gazdálkodásra azt gondolom, hogy ez is hasonlóan a biohoz egy új távlatot nyit, tehát hogy nagyon sok olyan lehetőség van ebbe, amit hogyha jól ki tud használni egy gazdálkodó, akkor az valóban az előnyére válik. Tehát legyen szó a mechanikai gyomírtásról, arról, hogy mondjuk egy kamerával vezérelt kapát húz maga mögött, az például a bióban nagyon-nagyon helye van, és szükségszerű, mert ez az egyetlen eszköz, amire hagyatkozunk, hogy tényleg valamilyen mechanikai módon távolítsuk el a gyomokat. És az erre épülő kiutatások és a többi. Tehát a szerves anyag kiutatásnál is ugyanúgy fontos, hogyha van egy talajtérképezés, és van egy precíz felmérés. Ha már itt a talaj szóba kerül, ugye mit gondolunk a mély szántásról, hiszen megszokhattuk, ahogy a vidéket járva, mondjuk késő ősszel látjuk a feketére forgatott nagy szántásnyomokat, hogy ugye azt gondolnánk, hogy ez a mezőgazdasági termelésnek egy úgymond alaptevékenysége tulajdonképpen, ugye hát évtizedek óta ezt látjuk, hogy mély szántással kezelik a földterületeket, hogy előkészítsék ugye a következő veteményhez. Ez egyáltalán szükséges, vagy ez milyen hatást gyakorol a talaj életre? Vagy ez mi a tapasztalat ebben? Hát én itt a Birkás Márta professzor asszonyt idézném, mert a kutatásaink vannak ebbe a témába is, de ugye Magyarországon nő a talajművelésnek a legelismertebb szakértője, és teljesen egyet tudok vele érteni, hogy mind a két módozatot, a szántás nélkülit és a szántást is lehet jól csinálni, és lehet rosszul. Tehát nem feltétlenül csak a szántás nélküli gazdálkodásé az igazság, hogy úgy mondjam, hanem pont ökogazdálkodásban azért, amiatt, hogy nem használunk ugye szintetikus gyomírtókat, csak mechanikai gyomírtás van, ezért a szántás az azért nagyon fontos az évelő gyomoknak a kezelésében. Nyilván nem kell mindig szántani
minden évben, és olyan körülmények között, amikor nem jó arra a talajállapot. Tehát inkább egy ilyen minimalizált talajforgatásról van szó. Tehát ugye lehetséges minimumon tartsuk, azt amennyi már feltétlenül szükséges, azt végezzük csak el. Vagy. Tehát mi lenne itt igazából a megfelelő út, hogy ez hogy lehet? Nem tudom, mi a tapasztalat a gyakorlatban, hogy például nem tudom, hogy milyen fő gabona terményeket, hogy azt annál termesztetek a Csoroszja Farm földterületein, hogy ezt hogy csináljátok? Én szerintem ez nagyon tetszett, amit a Birkás Márta professzor asszony mondott, illetve a Dóri is, hogy tényleg lehet rosszul csinálni a talajművelést szántás nélkül is és szántással is. Én azt gondolom, hogy ebben okszerűnek kell lenni ugyanúgy, tehát megvan a helye, viszont nagyon jó az, hogyha az ember tud arra fókuszálni, hogy egy talajéletet növeljen és talajegészségre törekedjen, ahhoz sok esetben valóban, és úgy gondolom, hogy úgy látom, hogy a minimum talajművelés az okszerű. De van olyan eset, amikor mondjuk egy mezei asztatot nem tud mit csinálni vele, és van erre egy olyan módszer, hogy mélyebb műveléssel vissza tud fogni, akár egy kapával, nem feltétlen ekével, de akár egy kapával, vagy ha úgy van, akkor egy forgatással. Értem, tehát megvannak erre a technikák, hogy mondjuk vannak olyan talajművelő eszközök, hogy elkerülhető legyen sok esetben a mélyszántás, és ez már egy megfelelő gyomkontrollt tud ugye véghez vinni. Hát itt ugye a piac szóba került itt már korábban, és lassan akkor rátérnénk itt az utolsó kérdésre, hogy ezt nem tudom, sokak számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, beszéltünk itt az ökológiai piac bővülésről, de van egy nagyon, nagyon sajnálatos dolog Magyarországon, ez a zöldség és gyümölcsfogyasztásnak az aránya. Hát itt egyelőre azt látjuk, hogy ez az unióban, ez az átlagos zöldség és gyümölcsfogyasztás hogy néz ki. Tehát ugye, amit például az egészségügyi világszervezet is ajánl, hogy naponta legalább kétszer fogyasszunk zöldséget, gyümölcsöt, és látható, hogy az uniós átlag ebben hát körülbelül az egy negyed. Tehát az uniós átlagban is az emberek körülbelül egy negyede fogyaszt megfelelő mennyiségben zöldséget, gyümölcsöt. Hát akkor nézzük meg, hogy mi hogy állunk itt Magyarországon, ugye az uniós átlaghoz képest. Ugye ez a ábra mutatja a zöldségfogyasztást, tehát hogy hát az a nagyon szomorú helyzet áll elő, hogy még a utánunk következő Romániához képest is több mint 10%-kal a magyarok kevesebb zöldséget fogyasztanak. Tehát sajnos ez sok esetben krónikus egészségügyi problémákban jelentkezik, amiket megelőzhetnénk ugye nagy mennyiségben fogyasztott zöldséget, gyümölcsökkel. Különösen akkor, hogyha azok ugye ökológiai művelésből származnak. Hát ugye gyümölcsfogyasztással kapcsolatban sem sokkal jobban állunk. Tehát itt lehet látni, hogy mondjuk 64% az uniós átlag, akik legalább napi szinten esznek gyümölcsöt, hát ez Magyarországon mindössze 40%, tehát sajnos itt is a sereghajtók között állunk, hogy mit gondoltok, hogy ennek mi lehet az oka, tehát mit lehetne igazából tenni ez ügyben, hogy egy kicsit a magyar embereket rávezessük erre, hogy több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, és ha lehet, akkor ugye minél egészségesebb forrásból, lehetőleg ugye biotermesztésből akkor már. Tehát, hogy miben segíthetne nekünk az ökológiai gazdálkodás, illetve ennek üzenete abban, hogy ezen a helyzeten egy picit javítsunk. Hát ha kezdhetem a válaszadást, akkor ugye ez egy kulturális kérdés elsősorban, hogy mit tartunk jó táplálkozásnak, mihez vagyunk hozzászokva, mi az, amit szeretünk, és ahogy említetted az elején, ugye a magyar ízlés az inkább ugye a húst hússal felé veszi az irányt, és fűszeresen, sósan, néha zsírosan is, tehát nem kifejezetten az a mediterrán diéta, amit ugye az ideálként emlegetnek, hogy az egészség szempontjából az lenne a legjobb, ugye halat is keveset eszünk, nem csak zöldséget, gyümölcsöt, és hát ebben ugye a nevelés, vagy az hogy a gyerekeknek ugye mit mutatunk és mit tanulnak meg, ez tudja megváltoztatni aztán az ő preferenciájukat, mert később azért szerintem mindenki ismeri magáról, hogy nehezen vált szokást, főleg étkezésben. Igen, tehát úgy gondolod, a gyerekkori berögződés, ez egy nagyon fontos, tehát a gyerekként ki milyen diétával találkozik, csak én egyébként pont azt vettem észre, mint személyes tapasztalat, hogy akár a gyerekkoromban is, mondjuk a nagyszüleim kertjében
sokkal többféle gyümölcsfajta volt elérhető, vagy akár a helyi piacokon is sokkal többféle gyümölccsel találkoztam. Tehát lehet, hogy ezt csak én látom egy komoly problémaként, de én ezzel is találkozom, hogy a mai áruházláncok által kínált körülmények között egyszerűen nagyon nehéz olyan zöldséget, gyümölcsöt vásárolni, ami megfelelően friss, ízletes, érett, és egyáltalán egy magyar fajta körbe tartozik, vagy egy klasszikus magyar fajta, míg mondjuk tényleg néhány évtizeddel ezelőtt is sokkal több ilyennel lehetett találkozni a polcokon, hogy erről mi a vélemény, mert nekem egy kicsit az is pont ezzel kapcsolatban a problémám, hogy a gyerekeket ugye ismertessük meg a zöldség-gyümölcs fogyasztása, de hát hogyan, ha ugye nem tudunk megfelelő minőségű, vagy ízletes, érett árut beszerezni, hogy ennek akkor mi lenne igazából a megoldás, vagy hogy lehetne ebben előrelépni? Én is elsősorban erre reagálnék, hogy szerintem is az nagyon fontos, hogy a minőségi élelmiszerfogyasztás, a tudatos élelmiszerfogyasztás, tehát onnantól kezdve, hogy egészséges forrásból választunk, tehát mondjuk ökoter vagy biotermékeket, akkor azután azt vonja maga után, hogy figyelünk arra, hogy hogyan táplálkozunk, és több gyümölcsöt, több zöldséget is eszünk. Tehát, hogy ez tényleg egy tudatos nevelést igényel minden esetben. Termelési oldalról pedig azt gondolom, hogy ez kereslet-kínálat, tehát hogyha látjuk azt például, hogy igenis vannak egyre több olyan kis gazdaság, meg gazdálkodó, akik működnek dobozos rendszerben, és tudnak családokat, ilyen családellátó kis társaságokba összegyűlni, és dobozba nagyon-nagyon változatos zöldségeket termelni és átadni. Igen, például mi van a tájfajtákkal ezzel kapcsolatban, hiszen ugye abban is azt látjuk, hogy még néhány évtizeddel mondjuk nagyszüleink idejében, hát számtalan mind gyümölcsben, mind zöldségfélékben, például paradicsomban is ugye sokféle tájfajtával találkozhattunk akár ilyen helyi termelői piacokon, most rendkívül leszűkül ugye a fajta választék, tehát nem igazán találjuk meg ezeket a régi ízeket egyszerűen a piacokon. Igen, ezt is szerettem volna mondani, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy hogy megvan erre az igény, és megvan ebben a tudatosság, akkor utána egyébként egy gazdálkodói oldalról is pedig ott van az, hogy jó, minél több fajtával foglalkozik az ember, minél inkább megtalálja azt az adott fajtát, ami neki abban a kis mikroklimában megfelel, annál előnyös, vagy annál célra vezetőbb az egész rendszer, illetve a gazdálkodás is, mert nekünk biogazdálkodóként fontos az, hogy legyen egy széles fajta szélesebb választás. Igen, mert ugye sokat beszélünk a biogazdálkodás kapcsán az általában a biodiverzitásról, hiszen ugye rendkívüli mértékben segíti a biogazdálkodás azt, hogy ugye a környező élőhelyeken is, vagy magán a bioföldeken is sokkal több rovarfaj vagy madárfaj éljen, de kevesebbszer esik szó ugye erről az úgynevezett agrobiodiverzitásról, tehát hogy a termesztett növényfajták, gyümölcsfajtáknak a változatosságát, hogy nagyon jelentősen elvesztettük szintén ugye a konvencionális iparszerű mezőgazdaság által, tehát hogy ebben a folyamatban hogy tudnánk előrelépni biogazdálkodóként, hogy mit lehetne tenni, hogy ezek a fajták egyáltalán alkalmasak arra, hogy biogazdaságban ezeket termesszük, hogyan lehet-e, vagy házi kerti termesztésre javasoltak, csak miképpen lehetne ebben előrelépni? Ágostonéknál most a kísérletben, amit együtt végzünk, jó sok tájfajta ősgabona szerepel egyébként, tehát az is egy vonal, ami azt gondolom akár az árutermelés felé később elvihető, meg hát a másik kutatásunk, amit ismersz is, szerintem az ugye a tájfajta paradicsom vonalon fut, tájfajta paradicsom palánták visszahozása, és pont az volt egy ilyen ovikert programunk is idén, ahol amellett, hogy az országban mindenhol elérhetővé váltak ezek a tájfajták, az óvodakertekbe is ültettek a gyerekek és az óvópedagógusok, hogy ez is azt a célt szolgálta igazából, hogy megismerjék újra ezeket az ízeket, hogy nem csak piros, gömbölyű és lőnivaló paradicsom létezik a boltokban. Igen, mert ugye a probléma az, hogy a hosszú szállítási láncok miatt ugye általában olyan zöldségekkel, gyümölcsökkel találkozunk, amik minél keményebbek, minél éretlenebbek. Lényeg az, hogy hosszú ideig lehessen szállítani, hosszú ideig elálljon a polcon.
az, hogy jó íze legyen, vagy például ellenálló legyen, és ne kelljen növényvédőszereket használni a termesztése során, az ugye sajnos az utóbbi évtizedekben egy kicsit kiesett a prioritási sorból, ugye? Tehát ezért akkor úgy néz ki, hogy azért biogazdálkodással ezeket a fajtákat egy picit talán vissza lehet emelni, vagy akár a kiskerti termesztésbe is egy kicsit a népszerűségüket vissza lehetne talán hozni ez a... Hát abszolút, ezek a tájföldi paradicsomok elsősorban házi kertbe valók, tehát azt nem várnánk el, hogy a árutermesztők ezt fogják újra használni, de házi kertben meg kiválóak, illetve szerintem a tönkelisztnek is volt sikere. Igen, erre akartam én is reagálni, hogy a paradicsomról, ha nem is, de a tájfajta gabonákról és a régi gabonákról, meg a fajta választásról ugyanúgy én nagyon jó vélem, tehát borzasztó fontos lépés egy gazdálkodónak az, hogy valóban olyan fajtát válasszon, ami neki ott megfelel az adott termesztési környezetbe, és pont ez a kutatás, ami elindult itt nálunk tavaly, ez nekünk nagyon-nagyon jó útmutató ahhoz, hogy minél több fajtát megnézünk, effektív termesztésbe veszük, ott elhoztak hozzánk Dóriék egy fajta kísérletet, és vannak olyan fajták, amikről látjuk, hogy tényleg kevés input anyaggal abba az adott környezetbe, adott mikroklima mellett, nagyon jól szerepeltek, és nem feltétlen a modern fajták, hanem igen, van köztük régi fajta, a tönkebúza, ami baromi jól nézett ki, és úgy látjuk, hogy érdemes vele foglalkozni, és jó vele dolgozni, mert egyébként később most épült egy pici malmunk, és ott a lisztnél is a feldolgozásból egy nagyon jó minőségű lisztet készített. Igen, ez nagyon jó, hogy szóba került, úgyis ez lett volna igazából a következő, és szerintem egyben befejező kérdés, hogy ugye sokat beszéltünk így az alaptermesztés, alaptermények létrehozásáról ugye az ökológiai gazdálkodásban, de hogyan lehetne ezt még egy magasabb szintre emelni, tehát hogy már ugye kész élelmiszerekre gondolok, tehát hogy az alapterményeket így feldolgozva tudjuk egy kicsit ugye sok esetben valószínűleg több vásárlót is elérve forgalomba hozni, és mik lennének ennek a módja, illetve vannak-e ilyen fejlesztések nálatok a farmon? Hát igen, nálunk konkrétan ez az elmúlt két évnek a munkája, hogy összeraktunk egy pici terményfeldolgozót és egy kis malmot, egy kis üzemi malmot, ahol pontosan ezt szem előtt tartottuk, hogy olyan fajtákat is tudjunk őrölni és feldolgozni, amik különlegesek a piac számára, a fogyasztók számára, illetve amik nálunk tényleg jól szerepelnek, és tudunk vele dolgozni. És ezeket hova szánjátok? Tehát ez export lehetőségek is úgy látjátok, hogy megfelelőek a tekintetben, vagy inkább csak a magyar piacon maradnak ezek az élelmiszerek, vagy ezek az árucikkek? Ez itt a mi esetünkben ez egy pici malom, tehát nem egy nagy kapacitású eszköz, úgyhogy itt elsősorban a hazai piac a cél. És az a cél, hogy itthon feldolgozzuk a sajátot, és egy rövid ellátási láncon keresztül értékesítsük. De hát ezt meg lehet, hogyha egy fajta jól szerepel, azt lehet nagyobb szintre emelni, és mondjuk... Igen, mert ugye amennyire én tudom, azért a magyar mezőgazdaságnak ez egy régi problémája, hogy ugye alapanyag termelésre vagyunk beállva, a feldolgozott élelmiszerek nagy részét viszont ugye importáljuk, és ezt jó lenne egy kicsit fordítani ezeken az arányokon, hogy mi is tudjunk inkább exportálni, és ugye igen, még annyit már nagyobb hozzáadott érték élelmiszereket. Hozzá, hogy ugye talán nem árulunk el nagy titkot, de most készülünk pont arra, hogy az első ilyen tönke és alakkor tájfajta lisztek piacra kerülhessenek Magyarországon, ugyanúgy, mint a tájfajta paradicsom, palánták országosan elérhetőek legyenek. Ebben egy áruházlánc is partnerünk, és segíti ezt a folyamatot, úgyhogy Ágostonék leőrlik, meghántolják, ami egy kihívást jelent szintén az őskabonáknál, leőrlik, és akkor be is csomagolják, és a tájfajták így vissza fognak most az ősz folyamán kerülni a boltok polcaira kis mennyiségben, de reméljük nagyon, hogy jó visszhangja lesz. De legalább szélesebb tömegek számára elérhető, mert ugye korábban tényleg ez volt a probléma, hogy legfeljebb néhány speciális boltban vagy piacon kívül ezeket nem lehetett egyszerűen megvásárolni, hogy én ezt nagyon nagy örömmel hallom, hogy akkor így szélesebb néprétegekhez eljut, és végre többek megízlelhetik ezeket a valóban gazdag ízeket, akár gyümölcsökről, zöldségekről, akár gabonákról beszélünk.
Hát én nagyon szépen köszönöm így a beszélgetés részemről. Nagyjából így a kérdés csokor az ennyiben állt volna össze.